nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy, hogy a, mondjuk a marihuána, most maradjunk ennél a témánál, akkor az károsabb-e az én szervezetemre, mint az alkohol? Ezt így ki lehet-e mondani? Bocsánat. Igen. És következik-e abból, amit kapuelmélet, vagy hogy hívják? Hogy, kapudrog. Hogy, kapudrog, hogy az egyikből, úgy, hogy, mert a legtöbben ettől félnek, ugye ezt azért tisztában tehetjük, hogy jó, ott még füvesztikvel kezdi, aztán jön a kokain, meg a heroin, meg és jövő héten már szúrja magát a négyzetbe, ez nem, ez egy baromság. A kapudrog elmélet már nagyon-nagyon-nagyon régóta megdőlt, és ha nézzük ugye azokat a szerhasználókat, akik tényleg eljutottak odáig, hogy intravénásan használnak kábítószert is. Ma Magyarországon körülbelül ez a problémás droghasználói kör, körülbelül 1000-1200 ember. Ami azért valljuk be szintén nem egy akkora populáció, amire azt mondom, hogy egy óriási népegészségügyi problémát okoz. Ez már nem a herkás időszak, ami volt mondjuk a 90-es évek vége, 2000-es évek elején, amikor volt, hogy napi 5-6 heroin túladagoltban,